És egy nagyon érdekes adattal jött a Nem adom a házam mozgalom egyik vezetője, Pilmaier Andris. Azt mondta, egy hihetetlen számot mondott. Azt mondta, hogy a bankok nyeressége az elmúlt időszakban 50 ezer milliárd forint. Valami döbbenetes összeg, ez 3 évi teljes magyar költségvetés. Úgyhogy én át szeretném adni Pilmaier Andrisnek a szót, hogy mondja el ezeket a észrevételeket. Ha nem ezt, akkor mást is. Üdvözlök mindenkit! Az igazság, hogy ezt az interneten kaptam tegnap este, és még nem volt időm megemészteni. Józsival beszéltük itt, hogy átküldöm és emészük ezt a dolgokat. Óriási számot kaptam. Egy picit másról beszélnék. Annyi minden számot hallottunk itt. Én azt mondom, hogy mint tudjátok, én egy paraszt gyerek vagyok, egyszerűbb lélegzetű, könnyű kis piknik jellegű beszéddel készültem, ami így szól. Egykor a paraszt kutyát tartott, hogy vigyázzon jószágára, vagyonára. Cserébe etette, eltartotta. Ha a kutya ellene vagy jószága ellene fordult, agyon ütötte. Agyon ütötte, mert ez az élet törvénye. Ma számos kutyát foglalkoztatunk. A rendőrség, itt járatják az autót mögöttem a mi adófizető pénzünkből. Ülnek a klímás autóba, a NAV, az ANTS, a PSZÁV, az önkormányzatok, az okmányirodák, politikusok, hadd ne beszéljem, jobbról-balról vannak, és minden kutyánk ellenünk fordult, minket harabdál. Nagyon szemtelenek, de a bank nevű korcsunk van a legjobban elpofátlanodva. Fényes nappal a szemünk láttára eszi tyúkjainkat, utána beperel minket, hogy nem kapott szalvettát hozzá. Eljött az idő, hogy a bank nevű kutyánkat a kúria nevű kutyánk rántba szedje. Ha nem teszi, mert nem tette meg, sajnos a bank nevű kutyánkkal együtt a kúria nevű kutyánknak is pusztulnia kell. Ha ez sem elég, az egész politikus falkát el kell zavarni Fideszestől, MSZP-stől, EU-stól, és új génállomány után kell nézni. Azt hiszem, ti is látjátok, hogy itt a civil szervezetek vezetői közt kinőnek olyan emberek, mint Józsi, Zsolt, hadd ne mondjam, Davasi Tamás, akik tudják, hogy miről van szó, és én inkább őnekik adnék egy széket a parlamentbe, de azért folytatnám egy icipicit. A mostani bankvilág betarthatatlan, apróbetűs, joghézagos, saját hálójának ad fent, lehetőséget adva ezzel sok millió életnek a kitörésre. És kérlek téged, add tovább ezt az üzenetet, hogy véget érhessen ez a rémálom, és soha többet ne fuss a saját kutyád elől. A másik, amit még akartam mondani, hogy ugye tudjátok, hogy a mozgalom vezetője, elindítója Póka Laci, most, illetve az újaknak mondom, aki ide jött közénk, Szigetszentmiklóson Kövér László házelnök házánál éhségsztrájkot tart Krisztinával egyetemben. Nagyon sokan megfordulnak, ott jönnek az emberek, és már lassan, mint egy busójárás jelleggel, oda mennek az emberek, viszik a papírokat, szinte már tényleg az, hogy kihelyezett fénymásolóirodát kellene oda csinálni, faxirodát, és mindenféle technikával el kellene látni, mert az emberek viszik a hiteliket, probléma van, és az utcában levő emberek nem is hiszik el, hogy csak a Nyár utcában levő embereknek mennyi embernek van devizahitele, csak a Nyár utcában hány embernek van már bedőlt devizahitele, és az a helyzet, hogy ez van minden önkormányzatnál, minden faluba, bárhova nézek, bármerre megyünk, és ezért kellene, és próbáljuk meg azt, azt a hírt közzétenni, hogy nem kell mindenkinek, Ernő bátyánk is följön Gyuláról állandóan a csapatával, amiért hálás köszönet, Debrecenből is vannak itt, ami hálás köszönet nekik, csak ugye az ide följövő út is nagyon sok üzemanyagköltség. De ha mindenki a saját városában, vagy a saját falujában feltérképezni, hogy hol lakik a behajtó, vagy hol lakik a közjegyző, vagy hol lakik bármely politikus, és egy 5 perces demonstrációval a háza előtt pár 5-10 barátját összehívná, és megtenné akár egyszerre egy időben, sokkal-sokkal nagyobb nyomást tudnánk neki ránk gyakorolni, mert higgyétek el, fáj neki. Lehet látni Kövér úr a múltkor, pont hazajött, amikor ott kezdtük a demonstrációt, hát nagyon nem tetszett neki, hogy a ház előtt demonstrálunk, egy jogos, jogszerű demonstráció, nagyon nem tetszett. Most is bejelentett demonstráció folyik, akinek van kedve, látogasson ki oda,
meglátjátok, nagyon jó dolog ott kint lenni. És akkor egy picit a számokról, nem szeretném a saját számaimmal oktatni és bántani az embereket, csak azt mondom, hogy idefele jövett rengeteg kínai, japán és egyéb külföldi olasz turistát láttam itt az országban. Én sajnos nem tudok angolul, de aki tud, tegye meg, kérdezze meg tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy mondjuk egy 6% kamat. Úgy néz rád majd, mint a elnézést, a borjú az új kapura, mert az ő országukban nincs ekkora kamat. És akkor azt mondom neked, hogy az aranyadat beteszed a zaciba, és 40% kezelési költséget számolnak föl rá, 18% kamatot, tehát majdnem 60%-ot fizetnek ki. Fizettetnek ki veled. Csak azért, mert megszoktuk ezeket a nagy számokat, úgy mondom a történelem során. Náluk meg 0,1% mondjuk némely országban jegybanki alapkamat, és az embereknek 3%-nál többet nem kell fizetni, bármilyen hitelt akar fölvenni. Mi megszoktuk ezeket a nagy számokat, és úgy gondoljuk, hogy ez így természetes, holott nem. Szeretném mondani, hogy mindenki próbálja a fejébe súlykolni, hogy ma a magyar bíróság, ugye most leszállították a jegybanki alapkamatot 4%-ra, ha neked, vagy kölcsön adtál barátodnak bármennyi pénzt, és vissza szeretnéd tőle szerezni, és ő nem adja meg határidőre, csak a jegybanki alapkamat maximum kétszeresét tudod érvényesíteni. A testvérek közt is 8%. Akkor hogy lehet, hogy egyes pénzintézetek, nem akarom megnevezni őket, de azért tudjuk, hogy kik ezek, 30%-ra adnak kölcsönpénzt. Vagy akár az állokház 60%-ra ad kölcsönpénzt. És ezek az uzsorásokért, ezek az itt levő rendőrök még nem mennek el és nem gyűjtik be őket. Hát mi fizetjük a kutyánkat? Mi adunk enni a kutyánknak? Te, meg te az adófizető pénzedből, amit életed során befizettél, adtad a pénzt ezeknek, hogy legyen ilyen szép autók, ilyen szép klímás autójuk. És arra lusták, hogy tegyék a dolgukat. Arra lusták, hogy azt mondják, hogy igen, gyerünk, menjünk el és tartóztassuk le az összeg zálogház tulajdonost. Tartóztassuk le az összes olyan uzsorás céget, aki 30%-ra ad kölcsön. Én nem tudom, hogy mikor lesz az, amikor összehívjuk a felsőházat, és azt mondjuk, hogy elég volt. És utána kiadjuk a parancsot a rendőröknek, hogy igenis menjenek, tartóztassák le a képviselőket, tartóztassák le a közjegyzőket, tartóztassák le az olyan rendőri vezetőket, akik nem hajlandók kiadni ezt a parancsot, és igenis tartóztassák le az olyan pénzintézetek vezetőit, akik 30%-ra adnak ki uzsorakamatot a magyar népnek. Köszönöm.